Bye-bye, Rally Hungary! Jó reggelt, sziasztok! Azért köszöntöm be hozzátok a Rally Hungary után néhány nappal, mert szeretném megköszönni mindenkinek azt a rengeteg megtekintést, mármint hogy a Rally Hungary alatt készített videóim megtekintését szeretném megköszönni, a rengeteg lájkot, a követéseket, a kommenteket, és bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, az is, aki ott volt, és részese volt valamelyik szakasznak élőben, és azok is, akik otthonról nézték. Tehát remélem, hogy mindenkinek tök jó élménye volt, úgyhogy még egyszer hálásan szeretném megköszönni nektek ezt a rengeteg érdeklődést, amit nyilván most ebből az esetben nem én kaptam, hanem a rally versenyen készített videóim, és ez vonatkozik ide a TikTokra, vonatkozik a Facebook oldalaimra, vonatkozik a YouTube-omra is, úgyhogy pörgött mindegyik oldalam rendesen. Hálásan köszönöm nektek, és bízom benne, hogy aki ez alatt a négy nap alatt engem most itt frissen bekövetett, itt a TikTokon, velem is marad, azt nem ígérem, hogy én minden hétvégén ugyanilyen minőségi tartalmakat tudok nektek hozni, lévén, hogy én fotósként teljesen más dolgokat fotózok a hétköznapokban, elsősorban emberi arcokat, azaz portrét, illetve esküvőket, meg hát természetesen eseményeket is, de hát ugye azért nincs minden hétvégén autóverseny. Hogyha a videóimon kívül szeretnétek megnézni a fényképeimet is, akkor ide fogom a weboldalamnak és a Facebook oldalaimnak a címét tenni nektek. Hogyha már az autóversenyekről beszélünk, akkor pedig szeretnélek meghívni benneteket jövő héten vasárnapra, azaz április 28-ára, még egyszer mondom vasárnap, Veszprémben a nagy Tesco mögött az Aréna parkolóban egy tutiki slalom verseny lesz, ami természetesen ingyenes rendezvény, gyerekek is nagyon szeretik, nyugodtan hozhatók gyerekeket, be lehet jönni a szervizparkba, meg lehet nézni az autókat kívül belülről, lehet beszélgetni a pilótákkal. Ha ezzel kapcsolatban, vagy fotózással kapcsolatban bármi kérdésed lenne, akkor ne habozz és nyugodtan ír nekem akár üzenetet, akár ide kommentet, és várom mindenkinek a véleményét azzal kapcsolatban, hogy hogy tetszett nektek ez a négy napos rendezvény. Voltak előnyei, voltak hátrányai, én most szándékosan nem szeretnék hátrányokról beszélni, mert ezt a részét szeretném meghagyni nektek szóval. Hogy tetszett nektek az 5. Rally Hungary? Várom a kommenteket, legyen szép napja mindenkinek. Sziasztok!